Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntök a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanuda 2000 Kft. És a Nyílt Akadémia közös rendezvényén vagyunk. Most rendhagyó módon Siófokon volt háromnapos vezetőképző, és ennek a befejező részeként innen történik az előadás. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik igazgatója vagyok. Először is megkérem Önöket, hogy a telefonokat kapcsolják ki. Ha bármi kérdésük vagy megbeszélni valójuk lenne, írják le. Hát most a végén nem lesz klub, de a kérdésekre mindenki azért választ fog kapni valamikor, valahonnan. Érdemes jegyzetelni, tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Mai képzés is két részből fog állni, most rendhagyó módon a tudatosságfejlesztő rész került másodszorra. A teljes előadás körülbelül 3 és 1/4 órát fog igénybe venni. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb szakember, személyiség és képességfejlesztő. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi életet. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokba hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetünk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése, és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Hát sok szeretettel köszöntelek benneteket. Na, mi baj van a világ haladásában? Rossz vele megy? Etikán halad. Etikátlanság? Tudatlanság? Birkásítás folyik? És kinek a nyakába a kolomb? Na? A fekete vállalban. Kinek rakták a kolompot a nyakába? Hát a politikai vezetők. Nem? Nem? Ott van a kolomb. Ők a főbirkák. Vezérbirkák. Mi várható, ha ebbe az irányba alatt tovább a világ? Hát, hogy kénytelenek lesznek az emberek fejlődni, nem? Hát, ha ebbe az irányba halad a világ, az várható, hogy az emberek előbb-utóbb kénytelenek lesznek fejlődni, nem? Vagy, ha nem a fejlődnek, akkor mi lesz velük? Nem, tepsi. Tepsibe kerülnek.
Miért nem koporsóba? Miért tepsibe? Hát nem tudnak annyi koporsót csinálni, tudod? A tepsi olcsóbb. Na szóval, jó, most elviccelődjük ezt a kérdést, de az eléggé komoly dolog, nem? De inkább viccelődjön az ember rajta, mint sírjon, nem? Hát ha visszaemlékeztek, anno annak idején ugye a Hofi is mindig a komoly dolgokon viccelt, nem? Igen. Ugye milyen jó lenne, az emberek tudnák, hogy hogyan működik a világ, nem? Tök jó lenne. És tudják? Hát igazából mit tudnak a világ működéséről? Hát gyakorlatilag semmit, nem? Ugye mi az, hogy világ működése? Hát van a földi működés, nem? Hát a világ működéséről szól, beszél az ember, akkor a föld abban csak egy kis porszem, nem? Na most abban az ember, az meg még kisebb porszem. Na most ha világról beszélünk, akkor nem feltétlenül a föld és a földi létről szólunk, nem? Hanem nagyon érdekes, hát a földön kívüli létről, nem? Földön kívüli, az mit jelent? Hát mire szokták mondani földön kívüli? Ufókra, nem? Ufók. Hát de most ufó, az olyan fantasztikusnak tűnik, nem? Olyan fantazmagóriának tűnik, direkt azért csinálták, hogy az ufó, nem? Hát régen nem úgy hívták az ufókat, hogy ufó. Ide földön kívüliek. Hát nem is azt mondták szó szerint, hogy idegenek, hanem inkább földön kívüliek. Hát nem, mert most már a lényekre is mondják, hogy ufó simán. Tehát nem csak az eszközre, a lényre simán, hogy ufó. Ő egy ufó. Sőt, szokták is mondani, na, az úgy néz ki, mint egy ufó. Nem? Tehát, hát a földön kívüli dolgokról van szó, amikor az életről beszélünk, nem? Mert ugye lehetne az itteni életről beszélni, de ennek az itteni életnek a jelenlegi meghatározója igazából az ember, nem? Tehát az ember rosszul csinálja a dolgát, akkor ezen a földön megszűnik az élet. Ugye a gyerekeimet is érdeklik ezek a spirituális dolgok. A nagyobbik fiam ugye az 6 évvel idősebb, mint a kisebb, ezáltal talán őt jobban érdekli már. Ugye ő már közel van a 35-höz, ugye a 35 az egy ilyen vízválasztó. De átlagosan a 35 a vízválasztó. És ugye éppen mutogattam múltkor a telefonján, hogy a Földnek mekkora részén van tűz. És ezeknek a nagy része az ilyen hatalmas területű tűz, Afrikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, stb. Ausztráliába is már ég. Ez ilyen... Ilyen gyújtogatásnak tűnik. Tehát gyújtogatásnak tűnik. Tehát szándékos. Na most éppen mi emberek nem gyújtogatnak, nem? Csak az elmeháborodottak gyújtogatnak. Vagy nem emberek, nem? Vagy nem emberek által befolyásolt emberek, nem? És lehet, hogy valaki furcsán, ha furcsa dolgokat hall ebben a kapcsolatban, de ugye senki nem gondolja azt, hogy a világ az rólunk szól. A mi világunk szól rólunk,
Nem, itt a földi világ, az rólunk szól, de a világ az nem rólunk szól. A világ az nem értünk van, a mi világunk van értünk. Hát vagy ellenünk, attól függ, hogy hogy csináljuk a dolgunkat. De ugye mi a világban csak kis, nagyon pici kis folt vagyunk, vagy még az sem. Pont inkább. De hát ezen a bolygón mi sok mindent meg tudunk határozni, nem? Na most, miért jó az, hogyha leégnek az erdők? Hát nem melegszik a bolygó, nem? Nem azért? Hát nem azért, nem a tűztől, hanem azért, mert kevesebb az erdő, ugye ezáltal sivatagosodik az a környék is, az megint a melegedést jelenti. Tehát gyakorlatilag minél kevesebb a növény a bolygón, annál melegebb a bolygó. Tehát erre tipikus példa, ki az, aki volt már Görögországban? Görögország. Oké, ki az, aki hallott már Görögországról? Oké. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi, tehát Görögország rengeteg szigetből áll. Ugye tudjátok? És melyik a legzöldebb sziget? Korfu, így van. Korfu a legzöldebb sziget. Na miért a legzöldebb sziget? Mert ott van a legtöbb növény. Most ezáltal, mivel a legtöbb növény van, fák, ezáltal ugye a legzöldebb, és ott van a legtöbb eső is egyben, ezáltal. Tehát ugye, hogyha eltűnnek a fák, akkor egyre kevesebb eső esik azon a környéken. Tehát a fáknak ugye egy olyan szerepe is van, hogy ahol sok fa van, ugye a trópusokon sok fa van, ott sok az eső. Ugye a trópusokat, ha leégetik, akkor gyakorlatilag ott eső nem sok lesz. Na most, de annak az esőnek, ami a tengerekből, meg a élővizekből párolog, az valahol le fog esni. Oké? Csak legfeljebb nem olyan helyeken, mint ahol eddig. És ha nem olyan helyeken esik le, akkor ugye mi lesz ott? Ott, ahol eddig esett és innentől nem esik, akkor ott szárazság lesz. Ahol meg volt eddig is, ott meg jóval több eső lesz. Tehát jóval több eső. Tehát jóval több csapadék. És mivel ugye, hogyha több a sivatag, akkor melegebb a bolygó, és tehát melegszik a bolygó, kevesebb a zöld, melegszik a bolygó, tehát ez egy területre is igaz, az egész bolygóra igaz, és akkor elérjük azt, hogy szépen elolvadjanak a sapkák, a vártnál gyorsabban mondjuk, nem? És akkor mi lesz? Még több víz. Még több víz, így van. Hát még több víz van, még több párolgás, nem? Még több csapadék, még több víz, még több eső, még több árvíz. Tehát elég érdekes folyamat lesz. Nem? De mindegy, ez csak úgy eszembe jutott arról, hogy mifelé haladunk. Tehát az emberek igazából úgy élik az életüket, hogy nem gondolnak arra, hogy milyen pozitív jövőt kellene teremteni, létrehozni. Na mindegy, haladjunk. Szóval az emberek nem tudják, hogyan működik az ember, nem tudják, hogyan működik az élet. Mik a legfőbb alapelvek? Tehát az ember életében tudjuk, mi a legfőbb alapelv? Etika. Így van.
Tehát az etikai alapelvek a legfőbbek. Erre azt mondanák az emberek, hogy 10 parancsolat, nem? Hát nem. Nem. Na most onnantól kezdve kicsit bubancos a dolog, tudod, hogyha egy látszólagos parancsolatokat egy olyan embertől származik, na honnan származik? Melyik embertől? Mózes. Mózestől származik. Egy olyantól származik, amikor lehozta a 10 parancsolatot nagy fáradtsággal a hegyről, hiszen kőtömböket hozott. Hát a kezében nem tudom, hogy tudta lehozni, hogyha nem vitt főkosarat, tudod? Nem tudom, meg hogy cserpák segítettek nekik lehozni. Na minden lényeg az, hogy lejött a hegyre és lehozta a parancsolatokat, utána legyilkolt egy csomó embert. Mert míg oda volt, elkezdtek bálványt imádni. Úgyhogy benne van, hogy ne ülj. De lehet, hogy nem tudott olvasni, igen. Tehát úgy hozta le a 10 parancsolatot, hogy nem tudott olvasni. Szóval most gondoljátok végig, hogyha mondjuk, ha az ember tanulja az etikát, és mondjuk a 10 parancsolatok alapján, és az első dolga az, hogy megsértse a legelső, talán a 10 parancsolatból a legfontosabb szabályt, mert ugye az a legfontosabb, hogy ne ülj. Mert ugye az a társadalomban fő bűn, nem? Tehát semmit nem büntetnek annyira, mint az ölést. Illetve a gyilkolást akarom mondani. Mert mondjuk leülsz egy csirkét, hogy megegyed, azért nem fognak olyan nagyon megbüntetni. Szóval a lényeg az, hogy innen származik ez az etikai kérdés. Tehát ugyan úgy kezdődött, hogy valaki létrehozott egy etikai szabályokat, ami 10 parancsolatból szól, csak éppen ő nem csinálta azt, ami benne van. Tehát ugye elég jó indulás, nem? És akkor azt mondja, persze, teljesen jó minta, és azt még le is írták. És akkor mai napig is ugye ezt tanítják. Tehát, hogyha az ember mondjuk egy ismer bizonyos alapelveket, és tudja az ember, hogy hogyan működik az élet. Például mondjuk olyan szinten, hogy tehát következmény nélkül ebben az életben, az égette világon semmit nem tehetsz. Ez egy minden emberre igaz szabály. A jó cselekedetnek jó következménye lesz, a rossz cselekedetnek rossz következménye lesz. A következménynek ez a második, vagyis hát ez egy második alapszabály. Hogy jó, mesébe is ez van, jót tett helyébe, jót vár. Így van. Tehát ez egy második szabály, hogy azután, hogy mindennek következménye van, minden cselekedetnek következménye van, egy második szabály, hogy ha jót cselekszel, jó következménye lesz annak, ha jót, rosszat cselekszel, rossz. Na de mi az, hogy jó meg rossz? Hát akik káoszt akarnak a bolygón, azt mondják, hogy ez nézőpont kérdése, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Tehát a jó, meg a rossz igazából nem megmagyarázható. Mert ez nézőpont kérdése. Attól függ, honnan nézzük, meg ki nézi, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Hát én erre azt mondom, hogy aki ilyeneket tanít, hogy ez nézőpont kérdése, az húzza le magát a WC-n. Mert körülbelül oda érdemes, vagy arra érdemes. Szóval a lényeg az, hogy az etika az alapelv. És nem törvényi, emberi törvényi alapelv, hanem égi alapelv.
És amióta az ember itt tartózkodik a Földön, azóta vannak meghatározó égi alapelvek. Például olyan égi alapelv, hogy az ember ne tegyen olyat, amit nem szeretne, ha vele tennének mások. Ez egy alapelv. Vagy ne tegyen olyat, ami a többség érdekét, érdek ellen van. Tehát a többség érdek ellen van. Mi az, hogy ne? Tehát ártó tett az, ha az ember olyat tesz, amit bezzegő nem szeretne, ha vele tennének. Ártó tett az, ha olyat tesz, ami a többség érdeke ellen van. Ugye ehhez képest, megnézitek, egy olyan társadalomban élünk itt Európában, már ez egész kontinensre igaz lassacskán, de az EU-ra biztos, hogy sehol nem a többség érdekeit teszik előre, veszik figyelembe, hanem mindig a kisebbségek érdekeit. És a többség az le van fütyülve. Ugye ez már elég régen, évtizedek óta elindult. Tehát olyan fontos égi alapelvek vannak be nem tartva, aminek ugye súlyos következményei lesznek. Mondok további példát, ugye, hogy az is egy ártó tett, az ember elmulaszt megtenni olyan dolgot, amit bezzegő szeretné, ha más megtenni. Vagy egy másik ugye ilyen fontos alapelv, hogy az is egy ártó tett, ha elmulaszt megtenni valaki olyat, ami a többség érdekét szolgálná. De megtehetné, de mégse teszi. Tehát ugye ez négy alapelv, még van három, de azt nem fogom elmondani. Jó, hiszen ezek olyan alapelvek, ami nem innen a bolygóról származik, hanem ezek égi alapelvek. Tehát ha az ember olyat tesz, ami ezekbe a szabályokba ütközik, annak következménye lesz. És mivel beleütközött ezekbe a szabályokba, ezért ennek negatív következménye lesz. Tehát ezért az életedben bármilyen olyan dolog ért, ami közvetlenül. Tehát közvetlenül olyan dologért. Tehát nem arról beszélek, hogy felvetted más batyuját. Jó? Tehát nem arról beszélek, hogy felvetted más problémáját. Nem arról beszélek, hogy vesztett a csapatod. Nem arról beszélek, hogy vesztett a politikusod. Jó? Nem ilyenekről beszélek. Nem arról beszélek, hogy nem tetszik, hogy milyen rendeletet hoztak. Tehát nem erről, mert ez semmi, ezek az ég adta világon semmi befolyásod nincs. Tehát mondhatjuk azt, hogy semmi között. Nincs hozzá. Tehát lehet róla beszélni, de igazából minek, mert befolyásolni nem tudod. Tehát olyan, ami közvetlen neked probléma. Tehát mondjuk tételezzük fel, van egy betegséged, vagy egy balesedet, vagy egy családi problémád, vagy egy anyagi probléma, de ami közvetlenül téged érint. Na akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy következmény. Következménye olyan cselekvésnek, amit te tettél, és annak lett az a következménye, hogy most van egy problémád. Ez lehet ez a te tettél. Egy szó szerinti cselekvés, vagy egy döntés, egy rossz döntés. Tehát egy helytelen cselekvés, vagy egy rossz döntés. Ha hibázásból történt, annak kisebb a következménye. Ha szándékosan történt, nagyobb a következménye. Ha úgy hibázik az ember, hogy elkövetett egy hibát, majd ugyanazt még egyszer, majd ugyanazt még egyszer, majd ugyanazt még egyszer, akkor azoknak egyre nagyobb következményei vannak.
Tehát nem csökkenő vagy azonos mértékű következményei vannak, hanem egyre nagyobb. Ez annak köszönhető, hogy az emberben van egy intelligens lény. Még a kevésbé intelligens emberekben is van. Sőt, az abszolút nem intelligens emberekben is van egy intelligens lény. Ez az intelligens lényt úgy hívjuk, hogy lélek. De az érdekes, hogy ez a lény meg lélek, ez mind a kettő lével kezdődik, nem? Nem érdekes? Ez csak most így eszembe jutott. Tehát van bennünk egy intelligens lény. Ráadásul ez az intelligens lény, mint tudjuk, ugye akik itt tanulnak, halhatatlan. Semmi gond, ha te ebben nem hiszel, most hallgatsz esetleg először, és nem hiszel abban, hogy a lélek vagy a lelket halhatatlan, akkor én csak megkérdezném tőled, hogy melyik a jobb neked. Hogy ez a lélek addig létezik, ameddig ez az életed van, vagy addig létezik, amíg a világegyetem van. Amíg a világegyetem létezik. Na most a világegyetem meg várhatóan végtelen ideig létezik. Na ezáltal a lélek is végtelen ideig létezik. Tehát mint tudom, egy lelket nem lehet elpusztítani. Ugyanúgy, mint hogy az energiát nem lehet elpusztítani. Mivel a lélek az egy energialény, ezért egy energialény elpusztíthatatlan, nem lehet elpusztítani. Tehát lehetetleníteni, fogságba lehet ejteni, sok mindent lehet, de elpusztítani nem lehet. Na most gondolj bele, hogy melyik a jobb neked. Ha most hallgatsz először, és ebben nem hiszel ebben a kérdésben. Hát az a jobb, hogy neked van egy olyan lelked, amelyik él mondjuk x évet, meg létrejött akkor, mikor megszülettél, majd meghal a lelked is, amikor meghalsz, vagy az a jobb neked, hogyha neked van egy halhatatlan lelked. Amelynek ez az élet csak egy állomás. Ez olyan, mint mikor a vonat megy, és akkor valameddig áll egy állomáson. Van olyan állomás, ahol egy vonat tovább áll, van, ahol kevésbé áll hosszú ideig. Ezért ugye az emberek élete is olyan, hogy van, akinek rövidebb, van, akinek hosszabb az élete. Tehát gyakorlatilag a léleknek ez a földi lét, amiben most vagy, ez szó szerint egy állomás. Oké? De nem mindegy, hogy te ezen az állomáson hogyan töltöd el az idődet, nem? Vagy mindegy? Mert ha jobban megnézzük, tehát miért jó az neked, hogyha halhatatlan a lelked? Miért jó az neked? Ha azt tudod, mert ezt tanították neked, hogy neked egy életre szóló lelked van, egy emberi életre szóló lelked van, akkor az nagyon kiváló bizonyos érdekeknek. Kiknek? Akik azt szeretnék, hogy egy életed, egy halálod, elved legyen, és mindent ebben az életben akarj megélni. Na most, mindent egy életen belül megélni lehetetlen. Teljes egészében lehetetlen. Ezért mit csinálnak az emberek, hogy megéljenek mindent egy életben, türelmetlenkednek, minél hamarabb akarnak mindent, nem? Akkor is, hogyha erőn felül működik, nem? Vegyenek föl hozzá hitelt, hogyha nincs elég pénzük, nem? Oké?
akkor kövessenek el mindent annak érdekében, hogy azt elérjék minél hamarabb. Ez egy csomó frusztrációt, zaklatottságot idéz elő az embereknek. Arra megy ki a játék, hogy neked minél rövidebb legyen ez a földi léted. Világos? Arra megy ki a játék. És lehetőleg ezen a földi léte alatt az élet és az ember ismeretéről minél kevesebbet tanulj. Hát nyilvánvaló, ha valakinek rövid az élete, sokkal kevesebbet tud tanulni, mint annak, akinek hosszú az élete. Nyilvánvaló, nem? Mondjuk, ha ugyanaz az érdeklődési köre, akkor nyilvánvalóan, hogy rövid idő alatt nem lehet azt megtanulni, amit hosszú idő alatt. Tehát az embernél elérni azt, hogy minél hamarabb meghaljon, minél tudatlanabbul meghaljon. Lehetőleg kiszolgáljon valami szolga módon, élje az életét, kiszolgáló legyen. Tehát szó szerint szolgáló. Már ugye mondják, hogy ha meghalsz, akkor add el a testednek bizonyos részét, nem? Így van. Tehát gyakorlatilag az egész földi léted, mint arról szólna, hogy add el magadat, nem? Nem? Tehát add el a munkaerődet. Tehát, és a legvége talán az lenne, hogy add el a lelked. Tehát add el, ott kezdődik, hogy add el a munkaerődet, add el a testedet, add el a lelkedet. Na most mit jelent az, hogy add el a lelkedet? Tehát miért kéne eladni a lelkét az embernek? Hát most gondoljátok végig. Nem tudom én, van egy, ugye a legtöbb olyan ember, én már kivételt nem nagyon ismerek, aki spirituálisnak mondja magát, az hisz valami felsőbb rendű lényben. Tehát én még nem hallottam olyan spirituálisnak mondott, tehát spirituálisnak mondja magát, és hogy ne hinne valami felsőbb rendű lényben. Na most, felsőbb rendű lény. Ugye mindenütt még a mesékben szerintem azok, akik nem hisznek ebben a kérdésben, azoknak is tudom mondani, hogy akkor lehet, hogy te soha nem néztél mesét. Mert a mesékben olyanok voltak, hogy angyalok, meg jóisten, meg ördögök, nem? Meg Krampusz, hogy ilyenek. Oké, hát nem hiszem, hogy sok olyan embert találnánk, aki itt a mi társadalmunkban, akiknek ezek a szavak újak. Nem? Tehát ami annyit jelent, hogyha vannak olyan lények, hogy felsőbbrendű, akkor miért felsőbbrendű? Hát mi nem azt mondjuk, hogy alsóbbrendű. Hát mert ugye ebben kifejezzük, hogy felülről származnak, felülről jöttek. Akár magasabbak, mint mi, nem fent, fel. Nem itt élnek, hanem fent, tehát fent, felfele kell rájuk nézni, stb. Tehát az azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, amire mondjuk egy ember felnéz, nem? Na most, ha olyan lényekről beszélünk, akikre fel lehet nézni, akkor azok azt szeretnék, hogy te minél hamarabb meghalj. Hát akkor itt valami nem stimmel, nem? Miért hal meg hamarabb az ember? Minél zaklatottabb egy ember, minél türelmetlenebb egy ember,
annál zaklatottabb. Minél zaklatottabb, ugye annál több problémát fog okozni a saját életében. Tehát gyakorlatilag bekerül egy ilyen ördögi körbe. De érdekes ördögi kör. Nem? Tehát az ördögi kör azt jelenti, hogy mintha abban nincs kiút, érted? Tehát számára nincs kiút, ha ezt folytatja tovább. Tehát minél hamarabb mindent elérni, mindent megélni. Ha nem tudok megélni, akkor bosszankodok, mérges vagyok. Ha még nem jött el az ideje, azért is. Türelmetlenkedem. És az ember sokat bosszankodik, türelmetlenkedik. Akkor egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül, és egyre hamarabb kopogtat a halál. Na most, ha valaki azt gondolja, hogy ez a fentiek szeretnék ezt így, elég fura gondolkodása van az illetőnek. Hát akkor honnan származhat ez? Tehát a mesében is benne van. Az előbb is beszéltem arról, hogy ördögi kör. Akkor lehet olyat mondani, van mennyek, ugye menny, felsőbbrendű lények, akkor van alvilág is. Hát az alvilág az mit jelenthet? Hát megint al. Ugye, mit tudom, egy faluban van alvég, akkor ez az alsó pontja a falunak. Aki a felvég, az szokott lenni, amelyik magasabban van, mint az alvég. Oké? Tehát az al az mindig azt fejezi ki, hogy lent. Valami lejjebb van. Nem feljebb. Ha hozzánk képest vannak felsőbbrendűek, és ugye hallott már mindenki arról, hogy alvilág, alsóbbrendűek, akkor az azt jelenti, hogy olyanok, akik hozzánk képest lejjebb vannak. Na most itt a bolygón, ha megnézzük, mi lehet, ami feljebb van? Hát az ég. Nem véletlenül beszélünk ilyenekről, hogy égiek. Nem? Hát ha arról beszélünk, alvilágról, hát akkor alattunk mi van? A Föld, nem? Hát alattunk a Föld van, nem? Hát lehet, hogy éppen most egy közvetlen alattam mondjuk egy emeletnyi szint van, meg több emeletnyi szint van, de akkor is az alatt a Föld van, nem? Tehát akármilyen építményt csinálunk itt a Földön, az alatt a Föld lesz, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy az alvilág az a Földben van. Így van. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy-két gondolatot. Hát ugye kinézünk a szép időben az ablakon, és látunk gyönyörű szép kék eget, felhőket időnként, nem? Szép zöld tájat. Milyen szép, mikor mondjuk a tengerparton vagy a tóparton látja az ember, hogy a kék ég visszatükröződik a vízben, és kékes a folyó is, vagy a tó is, vagy a tenger. Jól néznek ki, nem? És tehát ez itt szép, nem? De azért itt szoktak lenni olyanok, hogy viharok, nem? Szokott lenni olyan, hogy akkor is esik, mikor nem szereted. Nem? Vagy akkor is fúj, mikor rosszul esik. Van olyan, hogy egyszerre kettő, hogy esik is, meg fúj is. Nem? Akkor szokott olyan lenni néhol néhány helyen, hogy mit tudom én, túl sok eső esik, azt elárasztja őket, nem? Vagy olyan, hogy mit tudom én, kigyullad a környék, és leég az ő háza is. Tehát itt van elég sok ilyen esemény van, nem? Amire azt mondjuk, hogy tűz, víz, szél, nem? Tehát itt a Föld felszínen vannak ilyen dolgok. Azt gondolj bele, hogyha mi emberek nem a Föld felszínén élnénk, hanem a Föld alatt. Érted? Mondjuk egy hatalmas üregben.
Érted? Egy olyan üregben, ami hatalmas, akár több tíz vagy több száz kilométer átmérőjű. Érted? Ott is lenne szél. Hát ott nem. Ott is lenne eső. Hát az se. Érted? Hát akkor van olyan, hogy hideg, nem télen, öltözködnöd kell, mert fázol. Akkor van olyan, hogy nyáron nem győző már vetkőzni, már bőrödet már nem tudod levetni. Mégis meleged van, nem? Föld mélyen, ilyen? Ilyen van? Nincs, ott állandó hőmérséklet, nem? Hát tudjuk, ha csinálsz egy pincét, és már állandó hőmérséklet van benne. Oké? Tehát állandó hőmérséklet. Tehát nincs. Túl meleg, nincs túl hideg. Állandó? Hogy ne lenne? Levegő? Hát az az üregekben mindenütt van levegő. Tehát lényeg az, másik az, hogy levegőt elő is lehet állítani. Simán. Mi kell hozzá? Víz. Így van, és már van is levegő. Így van. Mert a vízből kivonják az oxigént, elektrolízissel, és már van is oxigén. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondold végig, hogy jöjjünk itt a Földön, milyen szép a bolygó, milyen gyönyörű. Oké. Közben, ha jobban megnézzük, ugye vannak olyan várható ilyen események a jövőre nézve, hogy ilyen nagy katasztrófák, meg stb. Meg mit tudom én, csillagháború, meg harmadik világháború, meg ilyen fajta ijeszgetések, tudod. És akkor ezek ellen mit szoktak csinálni az emberek? Hát mondjuk, mikor háború volt, hova menekültek az emberek? Föld alá. Nem? Bunkerekben, így van. Hát egy bunker nem olyan mélyrep, de mondjuk ha tenni mondjuk 50 km mélységben, milyen bomba tudna robbanni föntről? Semmi. Akkor még 500 méteres mélységet sem nagyon utált semmilyen bomba. Nem hogy 50 km mélységet. Érted? Ezért ugye sokszor csináltak olyan bunkert, hogy egy mélyén. Oké, és még akár atomtámadás is lehetett volna, simán átvészelték volna. Tehát most is nem tudom, tudjátok-e, hogy rengeteg ilyen nagyobb országban, ilyen gazdagabb országban, hát ilyen hatalmas ilyen bunkereket építenek a Föld alá, hogyha esetleg, mit tudom én, becsapódik egy meteor vagy valami, akkor az emberek túléljenek. Na most, ugye megnézzük, ahhoz, hogy bunkereket csináljanak az emberek, ahhoz kell technológia? Hát eléggé rászorulunk, nem? Technológiára. Tehát mondjuk a kőkorban hogy építettek volna bunkereket az emberek? Hát sehogy. Hát minimum ilyen vaskor kell hozzá, hogy ássanak, nem? Nem? Tehát valamilyen technológiára szükséget lett volna arra, hogy kiássák a bunkereket, nem? De hát nálunk volt itt kőkor a Földön. Kőkorszak. Hát ne lett volna, persze. Hát ugye a technikai fejlődés az utóbbi pár száz évben lódult meg. Nem? Hát addig, ha azt mondták volna, hogy építsetek a Föld mélyére egy nagyobb üreget, mondjuk a középkorban, érted, az akkori általunk most ismert technológiával, hát gyakorlatilag nem nagyon tudták volna megcsinálni. Érdekes módon mégis megcsinálták, nem? Mert felfedeznek a Földön olyan érdekes dolgokat a Föld alatt, amit a mai technológiával sem tudnának megcsinálni. Nem érdekes? Na most miért mondok ilyeneket? Hát most gondoljátok végig, hogyha olyan dolgokat fedeznek fel a Föld mélyén, olyan üregeket, olyan mesterséges üregeket, ami gyakorlatilag
nem szabadna, hogy ott legyen, és látni azt, hogy az mesterségesen van megcsinálva. És mondom, mai technológiával sem tudnák megcsinálni. Akkor kik csinálták meg? Na most, miért nem tud az ember ilyen dolgokról úgy általában? Hát mert valamit felfedeznek, és az arra vonatkozik, hogy nem ez a fajta működés volt. Tehát ugye azt tanultuk, hogy ez az első emberiség itt a Földön. Ez az első emberiség elindult kőkorszak, majd bronzkor, majd vaskor, majd jött a technológiai fejlődés. Nem ezt tanultuk? Tökéletesen ezt tanultuk. De most, ha most gondolj bele, ha ezt tanultuk, és akkor elmondanák, hogy hát itt olyan dolgokat találtunk, ami valahogy ebben nem passzol be. Akkor mit csinálnának az emberek? Elkezdenének, hát én tanultam ilyen dolgokat, és ez nem is így volt. Hát akkor még hány ilyen dolog lehet, amit tanítanak nekünk, ez nem is úgy van. Tehát az emberek rögtön elkezdenének kételkedni a hivatalos információkban. De természetesen, akik a hivatalos információt közlik, azok nem akarják azt, hogy a tömegek kételkedjenek az információban. Sőt, olyankat is csinálnak, ugye, mint tudjuk, hogy az ilyen információkat elkezdik cáfolni. Tehát az olyan információkat, hogy az emberek még végül is ne is kételkedjenek, és akik kitalálták, hogy na, hát az ilyenek azok összeesküvés, elmélet, meg ilyen baromságok. Na most, de miért is beszélek erről a kérdésről? Hát már gondold végig, itt vagyunk a Földön, kőkorszaktól indultunk. Hogy ástunk volna üregeket a Föld mélyére? Sehogy. Világos ez? De mégis, ha megnézed, a természet erőivel szembe, melyik a biztonságosabb? A Föld felszín vagy a Föld alatt? A Föld alatt. Így van. Tehát mondjuk, ha van egy fejlett civilizáció, egy nagyon fejlett civilizáció, amely képes üregeket létrehozni a Földben, akár mekkora mértékben, mondjuk egy bolygóban, akkor számít az, hogy a bolygó felszínén milyen az időjárás? Számít az, hogy a Föld felszínén milyen háborúk folynak? Nem. Na most ugye azt tudjuk, hogy a Földben vannak vizek. Hát fogja egy kútfúró, lefúr és vizeket talál. És akármilyen mélyre fúrnak, vizeket találnak. Pedig még nincs is olyan technológia, hogy nagyon mélyre fúrjanak. De lefúr 6 méterre, akkor is van mondjuk talajvíz. Ha még mélyebbre fúrnak, akkor már ihatóvíz is van. Még mélyebbre, még tisztább, tehát stb. Stb. Tehát ami azt jelenti, hogy a Föld mélye az tele van vízzel. Nem? És nem sós vízzel, hanem édessel. És minél mélyebbre megyünk, annál tisztább vizet lelünk. Ő nyilvánvaló így működik. Ezt ugye mindenki tudja, aki nem, nézzen utána. Na most, ami azt jelenti, hogy ha oxigénre van az embernek szüksége, mondjuk a mélyen, akkor csak víz kell. És a víz beállítja az oxigént, ha magas technológiai fejlettséggel rendelkezik. Világos ez? Most nem az ősemberről beszélek. Tehát már az ember azt meg tudná csinálni, hogy a vízből oxigén nyerjen. Már is van levegője. Világos ez? Tehát ez nem probléma, mert ott vannak a vizek, rendelkezésre állnak. Sőt, annak egy jó része folyóvíz, amely a mai technológiával még áramot is képes termelni, tudod. Azáltal egy folyik. Na mindegy, de hagyjuk ezeket a kérdéseket. Na most gondold végig, hogy egy magas technológiai fejlettséggel rendelkező faj, mondjuk, mint az ember, vagy mondjuk az ember 100 év múlva. Érted? Nem tudnánk azt megcsinálni, hogyha itt a bolygó felszínen bármi van, leköltözünk a Föld mélyére? Hát dehogy nem.
sőt, hát ha megnézed, mit tudom én mondjuk, jön egy meteor támadás a bolygó felé. Érted? Mi lenne célszerű? Ha nem várnőt nézzük, nem? Így van, hát szépen meddig látjuk, így van. Hanem igazából arról szól a történet, nem? Ez egy picit fordítok rajta. Jó, így. Tehát arról szólna a történet, hogy az ember fogna és leköltözne a Föld mélyére, nem? Lehetőleg olyan mélyére, ahol már még az se számít, hogy a meteorok megsértik a Föld felszínt. Oké? Akár a Föld kérgét megsértik. Nem? Hát és akkor gondold végig azt, hogy hát ezt beszélünk olyan, hogy felsőbb rendű lények. Mit tudom én, történelmet tanulmányozza az ember, és a múltban olyan leírások voltak, ahol leírták még azt is, az akkori emberek, hogy milyen gépekkel jöttek le, a felsőbb rendű lények. Jó, hát ezt ugye nem néznek ennek utána az emberek, de utána kéne nézni ennek. Tehát egy csomó ilyen leírás van a múltból, ahol leírták azt, hogy felsőbbrendű lények, ők úgy hívták, hogy istenek, lejöttek, és utána lerajzolták a gépet. Sőt, még a működését is leírták, hogy működtek ezek a szerkentyűk. Na most mit tudom, mondok egy dolgot. Ugye mindenki tudja azt, vagy tudnia kellene, hogy mit tudom én, vannak olyan kőfaragványok a piramisok belsejében, ahol le van rajzolva a helikopter, meg a repülőgép. Bele van vésve a kőbe. Szóval, és akkor az emberek elhiszik, hogy hát volt egy technikai fejlődés, most a világegyetem technikai fejlődésének a csúcsa az, ami itt van a Földön. Hát ha valaki ezt elhiszi, bocs, hogy ezt mondom, az nem százas. Az olyan, mint mondjuk egy három, szellemileg körülbelül ott tart, mint mondjuk egy 3 éves gyerek. Körülbelül. Egy 3 éves gyereknek sincs sok túl sok információja a világ dolgairól. Na most, hát gondoljuk végig, tehát hogyha van fenti világ, tehát úgy is úgy mondva, hogy felsőbbrendű lények, akik fent vannak, és van alvilág, akkor magas technológiával rendelkező lények nem tudnak bent a Föld mélyén élni. Ugye ezt nem gondolod komolyan. Minden olyan bolygó, amit a környékünkön van, a Föld mélyén lakott. Ezt csak úgy mondom. Tehát a bolygó mélyén, hát a Földjük mélyén, tehát a Mars, Vénusz, ami körülöttünk van, az lakott. Nem általunk, mert mi még nem vagyunk a technológiailag. Hát akkor ki által? Szóval itt van egy Föld, ez a Föld, mitől azt mondják, hogy x milliárd éves, és akkor itt a Földben meg nem lakik senki. Hát nem, hogy gondolod? Többiben laknak, itt meg nem. Oké. Hát gondold végig. A Föld mélyén sokkal nagyobb biztonságban van egy értelmes lény. Hát még az állatok is, ha olyan az időjárás, bemennek a föld alá. Érted? Még az állatoknak is van ennyi. Nem azt mondom, hogy eszük, süpni valójuk. Oké. Hogy fogják, az bemennek a föld alá. Na most miért mondom ezt? Na ugye arról volt szó, hogy elrabolnia a lelkét az embernek. Tehát, hogy adja el a lelkét. Tehát az emberek eladnak mindent, ugye, és gyakorlatilag a legvégén adják el a testüket, és adják el a lelküket is. Ugye a testüket előre, a lelküket meg ott a végén. Tehát adják el a lelküket. Hát kinek? Tehát ugye ott kezdődik a dolog, hogy egy értelmes ember, vagy egy értelmes lény nincs
lélek nélkül. Tehát nincs lélek nélkül. És a lélek ad az értelmes lénynek gondolkodást. Tehát az azt jelenti, hogy egy lényben nincs értelmes, tehát nincs lélek, tehát ilyen típusú lélek, mint bennünk, akkor az nem tud gondolkodni. És ugye, hát kell valamilyen szintű szaporodás minden fajnak. Hát ugye, hogy szaporodnak a fajok, ilyen biológiailag szaporodnak, nem? De most gondolj bele, itt van az emberiség, ez az emberiség nemrég még 1 milliárdos volt. Most meg már lassan 8, így van, már a 8-hoz közelebb vagyunk, mint a 7-hez, jóval. Itt a 8 milliárd ember. Hát hogy került ebbe a 8 milliárdba lélek? Hát honnan? Honnan a csodából jött? Magától, ami azt jelenti, hogy a lélek szaporodik magától. A lelked a szaporodik osztódással, vagy mit csinált? Honnan jött? Hát az embernek az ilyeneket gondolni kell, nem? Vagy nem kell gondolni ilyenekre? Honnan jött? Hát valaki idehozta ezeket a lelkeket, vagy valakik, nem? Nem így van. És elég sokan lettünk itt hirtelen az elmúlt 100 év során. Vagy 150 év során. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt vagyunk mi emberek. El akarják érni bizonyos erők, hogy minél hamarabb meghalljunk. Sőt, minél rosszabb állapotban halljunk meg. Hát vajon miért akarják, hogy a lelkünket is eladjuk. Van is egy ilyen, hogy na, ez már adta a lelkét az ördögnek. Nem? Hát van ilyen mondás. Hát az ördög az, ugye mit tanultunk a mesékben, az hol leledzik? A föld alatt. Aha. És minek az ördögnek? Emberi lélek. És ugye, amikor ördögről beszélünk, akkor ördögökről szoktunk beszélni, nem? Tehát nem egy ördögről, hanem ördögökről. Hát az ördögök sem tudnak szaporodni, ha nincs lelkük. Érted? Tehát nem áll rendelkezésükre lélek. Ha hogy szaporodjanak, ha nincs lélek? Hát ez olyan, mint hogy ugye mi baj van egy emberi, tehát állatot géneznek, avval különösebb probléma nincs. Ez működik, mint a birkát géneztek már, vagy klónoztak már, nem géneztek, mindegy, klónoztak. Tehát birkát klónoztak már, és gyakorlatilag hasonlóan élt, mint a többi birka. De tudod, mi a baj? Az embert klónozzák, és az ember az nem úgy él, mint a többi ember. Tehát nem tud úgy élni, mint a többi ember. Mert hiányzik belőle a lélek. Tehát a klónozott lényből hiányzik a lélek. Tehát ami azt jelenti, hogy hiányzik az értelem. Hát hiányzik belőle az értelem. Na most gondolj bele, hát nem azt tanultuk, mikor a meséket hallgattuk, hogy az ördög az egy ilyen buta ostoba valami, nem? Hát ez is nem ilyen, olyan buta, mint egy állat. Nem ezt tanultuk, hanem azt hallottuk, hogy hát ez is ugyanolyan értelmes, mint az ember mondjuk. Nem? Sőt, lehet, hogy még értelmesebb, így van. Na most akkor ők hogy tudnak szaporodni? Ha eladod a lelked, nem? Neki, az ördögnek. Aki eladja az ördögnek a lelkét, most a tanultak alapján, ugye nem az itt tanultak alapján, hanem a mesék alapján, akkor onnantól kezdve hova kerül? Pokolba, nem? Bekerül az alvilágba, pokolba. Ki eladja a lelkét, pokolra kerül. És akkor ő is ördög lesz. Oké?
Na most, miért mondom ezt? Hát már valami fogalma az embernek kellene ahhoz lenni, hogy milyen világban élünk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol van egy olyan törekvés, hogy az emberek minél rosszabb állapotban, minél hamarabb meghaljanak, és eladják mindenüket. Lehetőleg a lelküket is eladják. De nyilvánvaló, hogy az ember nem onnan származik, az ember lelke nem onnan származik lentről, mert valahogy nem lefelé vágyódunk, nem? Hanem inkább felfele vágyódunk az égbe. Tehát furcsa módon nem a föld mélyét akarjuk meghódítani, hanem az egeket, nem? Nem fura? Miért? Hát már nem lentről jöttünk, hanem föntről. És gondolod végig, itt van ez a szép bolygó, és hát próbálják tönkretenni ezt a szép bolygót, nem? Kiirtani a fákat, stb. Megmérgezni a vizeket. Tehát el lehet itt lenníteni a földi, hát a föld felszínen lévő létet, nem? Tehát ez csak azért történhet, hogy minél hamarabb meghalljunk. És valamit kezdjenek ebben a lélekkel. Hát most gondolj bele, hogyha égiekről beszélünk, akkor azok az égből jönnek, mindig is így volt. Tehát mindig is így volt. A hold az valami 200-valahány ezer kilométerre van a Földtől, nem? A Föld 270 ezer kilométer, vagy valami ilyesmi. A Föld átmérő az 45 ezer kilométer, úgy durván. Na most a 45 ezer az a 270 ezerben megvan egy párszor, nem? Hát 5-ször, majdnem 5 és valahányszor, nem? Tehát ami azt jelenti, hogy a hold távolsága a Földtől 5-ször akkora, mint a Föld túloldala. Miért mondom ezt? Hát mert ha az égiek az égből jöttek, akkor legközelebbről honnan jöttek? Hát a Holdról. De az mégis 5-ször akkora távolságban van, mint mondjuk a... Nem, 10-szer akkora távolságban van, mint mondjuk a Föld középpontja. Tehát akkor ki van könnyebb helyzetben? Aki a Föld középpontjában van, nincs ott, de ott lenne, vagy aki a Holdon van. Melyik van közelebb? Hát aki a Földben van, nem? Na, az van közelebb. Hát tized annyi távolságra van, mint aki a Holdon van, nem? Tehát nyilvánvaló, hogy aki a Földben van, annak a befolyása nagyobb lehet, mint aki távolabb van, nem? Hát nézd meg! Most mondok egy példát. Egy távol élő rokonod sokkal kisebb hatással van rád, mint egy közeledben élő rokonod, nem? Nem így van? Minél közelebb él, annál nagyobb hatással van rád. Minél távolabb él, annál kisebb hatással van rád. És itt van a Föld, fejlett élőlényekről beszélünk, a fejlett élőlények a világegyetem nagy részében a Föld, tehát a bolygó felszíne alatt élnek, bolondok lennének a bolygó felszíne felett élni. Oké? Okay. És itt vannak a Föld felszíne alatt is értelmes lények, akik nem ugyanazok, mint akik Föld felszíne felett élnek, azok mi vagyunk, és nem ugyanazok, mint akik mondjuk az égben élnek. Mondjuk szemmel látható közelségben. Szemmel látható közelség, mit tudom én, mondjuk Vénusz, Mars, de főleg a Vénusz már az szokott fényesen csillogni.
De a hold az elég szemben látható. És akkor gondold végig, hogy vajon, ha nálad a távoli rokon kisebb befolyással bír, mint a közeli, másodt ezt távolságra értjük, akkor nem lehet, hogy ez valamilyen szinten igaz arra is, hogy egy földben élő faj nagyobb hatással van ránk, mint egy égben élő faj. De nem kéne ezt tudni. Nem kéne. Nem kéne tudni azt, hogy hát természetes dolog, hogyha valaki közel van hozzá, nagyobb befolyással bír, mint aki távol. Hát akkor, és ha minden azt írja, hogy a földben élők rosszak, az égben élők meg jók, de minden ezt írja. Az összes mese minden erről szól, az összes történelmi leírás minden erről szól, de ezt nem kell figyelembe venni, mert olyan ostobák vagyunk, hogy ne vegyünk figyelembe semmit. Csak azt vegyük figyelembe, hogy most a média mit mond. Na, az a legfontosabb. Mert most az iskolai tanulmányok mit tanítanak? Hát a mostani iskolai tanulmányok semmit nem tanítanak. Semmit. Tehát itt vagyunk mi emberek, és élünk egy olyan köztes létben, ugye, a föld felszínén, hogy alattunk is, fölöttünk is, nálunknál sokkal fejlettebb lények élnek, mind mentálisan, mind technológiailag. Ha ezt az ember nem tudja, akkor csak a következő történik. Azt csinálnak veled, amit akarnak. Tehát egy tudatlan emberi lényel, egy sokkal fejlettebb tudással rendelkező lény azt csinál, amit akar. Mondok egy példát. Ugye mindenkinek ismerős az a név, hogy Hitler. Hitlernek volt ideje tanulni. Mert bezárták börtönbe, nem tudom, hány évre. És ő a börtöni idejét végig tanulmányozással töltötte. Tehát gyakorlatilag azt mondta, azt csinálta, hogy a kötelező dolgokon kívül, meg az alváson kívül azzal tanulással foglalkozott. Tehát azzal, hogy hogyan működik az élet, ember, stb. Stb. Ezzel foglalkozott. És utána kijött a börtönből, és gyakorlatilag, mit tudom én, 1 milliárd ember vitt neki. Érted? Miért? Mert az akkori emberekhez képest nagyságrendekkel több tudása volt az élet és ember ismeretről. És most csak egy emberről beszélek. Érted? Egy olyan emberről, aki többet tanulhatott, mint a környezete. Mint ez az 1 milliárd ember. Na most akkor gondold végig, hogyha vannak olyan lények, már pedig vannak, akik szellemileg sokkal fejlettebbek, mint mi. Technológiailag sokkal fejlettebbek, mint mi. Akkor mennyire tudják az embereket befolyásolni? Na most az emberek nem tudták, hogy Hitler rossz célra akarja őket befolyásolni. Miért? Mert tudatlanok voltak. Mert nem tájékoztatta őket senki, hogy rossz célra akar benneteket Hitler használni. Világos? Most ugyanez. Az alsó világban élők az embereket rossz célra akarják használni. És az emberek ezt nem tudják,
nem tudnak ellene tenni semmit. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudtak Hitler befolyása ellen tenni semmit. Pedig csak egy emberről beszélek. Nem egy fejlett szellemlényről. Tehát minimum annyi értelemmel kell rendelkezni egy embernek, hogy engem befolyásolni akar a rossz. Minimum ennyi. Ha nézz körül, nyisd ki a szemed, hogy a rosszra nagyobb arányban vannak befolyásolva az emberek, mint a jóra. Ha valaki azt mondja, hogy a jóra nagyobb a befolyás, akkor az hazudik. Tehát élünk egy olyan világban, amiben élünk, és nem vagyunk vele elégedettek. Mert én szeretnék ebben a világban elégedett lenni, te nem? Akkor tegyünk érte. Nem? Tehát tegyünk érte, mert ha nem teszünk érte, akkor hogyan legyünk elégedettek? Nézd meg az életedben, lett valami úgy, amivel elégedett lettél, amilyen nem kellett tenned? Semmi az ég adta világon. Mindenért, amivel elégedettek akarunk lenni, tenni kell. És hogy könnyebb tenni valamiért? Na, fogjuk meg ezt, vigyétek! Hát persze, így könnyű. Várni a másikra, tudod, hát a másik megcsinálja. De nem egyszerűbb lenne valamit úgy megcsinálni, hogy együtt. És akkor egymást lelkesítve, nem? Egymásba hitet öntve, nem? Ha valakinek valami gondja van, akkor hitet önteni belé. Hogy képes, igenis képes megoldani a problémáját. Nem könnyebb lenne így? Vagy magányos farkasként most én vagyok a szuper, mert aki mindent megoldott egyedül. Nem? Tehát ahhoz, hogy elégedett legyünk egy társadalmi formával, azt tudnunk kell, hogy milyen társadalmi formával. Egy olyannal, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ezt meg tudjuk csinálni. Meg tudjuk csinálni. Tehát ahhoz, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban éljen, ahhoz kell, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, a problémáit megelőzze, ha esetleg jön mégis egy probléma, akkor megoldja, a célokat képes legyen megvalósítani, képes legyen együttműködni másokkal, és ezt úgy hívnák, hogy szeretett társadalom, de inkább ennek van egy konkrét elnevezés, aranykor. És mi ezt akarjuk létrehozni a bolygón. Nem úgy, mint ahogy most társadalmi forma van, nem. Hanem úgy, hogy az emberek képesek, szeretetben, békében, együttműködni, tömegesen képesek. És a világ minden táján képesek. Nem csak bizonyos helyeken. Ahol az emberek teljesen tudatosan tudnak működni. Érted? És nem kell elhitetni velük, hogy te egy ostoba fajankó vagy. Gyere utána, majd én tudom, hogy merre kell haladnunk. Mert ez a világ van most. Tehát nekünk együtt kell létrehozni azt, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát nekünk ez a küldetésünk. Akik itt vannak, itt tanulnak, azoknak az a küldetésük, hogy hozzájáruljanak az emberek szellemi felemelkedéséhez. A lelki fejlődéséhez. És azt csináljuk, hogy olyan szintű tudást adunk át az embereknek, hogy képesek legyenek a lelki fejlődésre, a szellemi felemelkedésre. És ezt meg kell csinálni. Azért,
Mert ez a küldetésünk. Mi ezért születtünk. Érted? Ezért születtünk. És hogy megmentsük ezt az emberiséget. Oké? És megmentsük az emberekből alkozó lelkeket. Oké? Szó szerint. Megmentsük. Hát ennyi fér bele a mai tudatosságfejlesztésbe. Hát remélem ebben is volt olyan dolog, ami érdekesnek tűnhetett. Ha bármi kérdésed felmerült az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy amivel, amit a weboldalunkon találsz, akkor keresd a meghívódat, keresd a vezetődet, vagy keresd az irodánkat, hogy megkapjad a vezetődnek az elérhetőségét, vagy annak a személynek, aki tud neked segíteni. Találkozunk szerdán, jó? Tehát szerdán a szokásos időben 18 órakor kezdődik a díjmentes tudatosságfejlesztés, de akkor már nem innen Siófokról, a Balaton, közvetlen Balaton partjáról. Hát szinte úgy vagyunk, hogyha nagyon kilógatnánk a lábunkat, majdnem beleérne a Balatonba. Tehát elég közel vagyunk a Balcsihoz. Tehát köszönöm szépen a jelenléteteket. Szuper volt ez a három nap, amit együtt töltöttünk. Én nagyon jól éreztem magamat. Egy baja volt. Olyan hamar eltelt. De olyan hamar. Hát sajnos most jöttünk és már mennünk el. Pedig ugye ez a most ez péntek reggel volt. Illetve péntek délelőtt inkább így mondanám. Fantasztikus volt ez az együttlét. Várlak benneteket élőben, személyesen, interneten keresztül. Szerdán mindenkinek nagyon jó utat, nagyon sok sikert kívánok. Szeretlek benneteket, sziasztok!